domy sa pripojil k návrhu, aby sa počkalo na pani doktorku a našli spolu riešenie. Ďalej sa dopytoval, kedy bude na ulici Kapitulskej kanalizácia a navrhol, aby pri ulici Kapitulskej bol aspoň na cestu nakreslený prechod pre chodcov, tiež navrhuje umiestniť výstražnú tabuľu pri detskom ihrisku, keďže na ceste je väčší pohyb detí. Domin képviselő csatlakozott ahhoz a javaslathoz, hogy az önkormányzati ülésre legyen meghívva a körzeti orvosnő, és együtt találjanak megoldást. Továbbá rákérdezett arra, hogy a Káptalan utcában mikor lesz kanalizáció. Továbbá javasolta a Káptalan utca felől a főútra gyalogos átkelőt festeni, valamint a gyermekjátszótér közelében figyelmeztető táblát elhelyezni. Poslankyňa Zakarová na interpelácie poslankyne Gurbic uviedla, že je poslankyňou už tretie volebné obdobie, ale toľko osobných útokov a neobjektívnosti, ako je tu za posledné 2 roky, nezažila. Uviedla, že plocha, na ktorej sa detské ihrisko nachádza, je vo vlastníctve reformovanej cirkvi. Teda v akejkoľvek zmene je potrebný súhlas vlastníka. A mala by sa tešiť tomu, že spomínané detské ihrisko mohlo byť vytvorené a nie stále hľadať chyby a kritizovať ho. Zakar képviselőnő Gurbic képviselőnő interpellációjára reagálva megjegyezte, hogy a gyermekjátszótér területe a református egyház tulajdonában van, tehát minden nemű változtatáshoz a tulajdonos beleegyezése szükséges, és örülni kéne annak, hogy egyáltalán elkészülhetett a játszótér, nem pedig lépten nyomon kritizálni azt. Poďme rôzne, pán starosta v krátkosti zhrnul obecný deň. Ako chybu uviedol, že bol veľmi dlhý program. Vystupujúci veľa čakali, niektorí museli byť sklamaní. Čo nie je dobré, sú to však chyby, z ktorých sa treba poučiť. Vznikol návrh, aby na budúci rok bol celodenný program a hlavne z vlastných zdrojov. Ďalej pán starosta poďakoval všetkým poslancom za ich prácu a sponzorom za sponzorstvo. Celková bilancia finančných nákladov na obecný deň je nasledovná. Náklady 118 130 korún 50 halierov, výnosy 25 800 korún, rozdiel 92 630 korún 50 halierov. Az egyéb pontokban a polgármester röviden összefoglalta a falunapot, mint hibát említette, hogy a műsor nagyon hosszúra sikeredett. Valakik fel sem léphettek, ami nem vett jó fényt a rendezvényre. Ezekből a hibákból tanulni kell. Felmerült egy javaslat, hogy a jövő évben egésznapos műsor legyen, de főleg saját forrásból. A polgármester mindenkinek megköszönte a falunapon végzett munkáját és a támogatók segítségét. A falunap költségei a következőek voltak. Kiadások 118.130 korona 50 fillér, bevétel 25.800 korona, különbség 92.630 korona 50 fillér. Poslanci stanovili otváracie hodiny detského ihriska, ktoré sú nasledovné. Letné mesiace máj až august od 8. do 21. hodiny, september, október, marec a apríl od 8. do 18. hodiny, mesiacoch november, december, január a február bude detské ihrisko zatvorené. A képviselők határoztak a gyermekjátszótér nyitotartási idejéről, mely a következőképpen alakult. Nyári hónapokban, azaz májustól augusztusig, 8 órától 21 óráig. Szeptemberben, októberben, márciusban és áprilisban 8 órától 18 óráig. Novemberben, decemberben, januárban és februárban a játszótér zárva lesz. V rámci uznesení obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj parcely pre firmu Solar Energia SRO Bratislava. Az önkormányzat jóvá hagyja községi telek eladását a Solar Energia Kft. Részére. Ďalej obecné zastupiteľstvo schvaľuje termín týždňa čistoty, ktorý prebehne v dvojtýždňovom cykle od 6. do 19. októbra 2008. Továbbá jóvá hagyja a tisztasági hét időpontját október 6-ától október 19-éig.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje financovanie rekonštrukcie domu smútku z vlastných zdrojov obce vo výške 3 milióny 898 tisíc korún. Jóvá hagyja a halottas ház rekonstrukciójának fedezését saját forrásból összesen 3 millió 898 ezer korona értékben. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ponuku na rozšírenie o nové programy od pána Šimka, konateľa spoločnosti 3C SRO. Valamint tudomásul veszi dr. Simko Eugen a kábel televízió üzemeltetőjének ajánlatát a programcsomag bővítésével kapcsolatban. Ďalej obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie učiteľského bytu Marte Chrénovej na základe jej žiadosti. Jóvá hagyja Chrén Márta kérelmét a tanítói bérlakás kiutalására.